Eötvös utcai általános iskola diákjainak zenés táncos fellépésével kezdődött a 27. alkalommal megrendezett nemzetiségi naptolnán. Az ünnepséget Fülöp Mónika, a város német nemzetiségi önkormányzatának elnöke nyitotta meg. Ő beszédében azt mondta, ez az alkalom az éves naptárukban az egyik legfontosabb, hiszen ápolni és őrizni kell a német nemzetiségi kultúrát és hagyományokat. Igyekszünk minden évben tartalmas programot összeállítani. Az önkormányzatnak mindig az a célja, hogy ne csak a helyi, hanem a régiós kultúregyütteseket meghívja, és a helyi közönségnek így egy képet adjunk arról, hogy milyen a nemzetiségi, a német nemzetiségi élet a régióban. A Tolnai Nemzetiségi Egyesület tagjai most azon dolgoznak, hogy saját hagyományőrző tánccsoportot tudjanak felállítani. Ezzel ugyanis az elnökük szerint könnyebben tudnának fiatalokat megszólítani, akik aztán tovább örökíthetnék majd a német kultúrát. Ez a célunk is, hogy legyen utánpótlás, mert a Tolnának nincsen tánccsoportja, hosszú évekig volt Mözsön, és célunk az, hogy az utánpótlás tudjuk majd így pótolni, tehát nagyon szeretnénk egy tánccsoportot Tolnán, szeretnénk az énekkar, vagy a két énekkar is működik, és szeretnénk, hogyha fiatalodnának egy kicsit a kórusok. A német nemzetiségi est közös vacsorával zárult.